A HR-rend Kozár Mislány vezetősége és Szekeres Zoltán a másodosztályú csapat eredményessége és a bennmaradás elérése érdekében március 1-ével szerződést bontott. Mivel a gárda hétvégén már újra pályára lép, gyorsan kellett dönteni. Márton Gábor, aki a klubbal korábban is sikeresen szerepelt, az akkori csapatot az MB2-es ezüstéremig vezette, komoly, első osztályú tapasztalattal a háta mögött tér vissza Kozár Mislánybe, ráadásul legutóbbi csapata az MTK elleni találkozón mutatkozik be a közönségnek. Nem saját magunkkal kezdve, ez a klubnak a klub a lényeg, meg a csapat a lényeg, hogy ugye kitűztek egy célt az év elején. Én megmondom őszintén, én nem terveztem már be a szezonba, hogy beállok valahova, inkább a nyártól voltak inkább érdeklődők, akikkel így beszélgettünk. Nyilván ez egy részemről egy érzelmi döntés volt. A helyzet az látszik, hogy hát nem rózsás, de az is látszik, hogy szerintem több van a csapatban. Nem reménytelen, tehát legalább, hogy ez a minimális esélyt megadjuk magunknak a végére, hogy esetleg osztályzón ott tudjunk maradni. Nyilván, ha a Mislánybe azt gondolták, és van egy érzelmi kötődés az embernek, azért csak itt kezdtem edzősködni, hogy alkalmasnak találnak arra, akkor nyilván ez részemről egy... Mindenki tudja, egy legkisebb költségvetésű klub, tehát ettől függetlenül nyilván nem ez határozza meg, hogy ki hol van. Úgyhogy nyilván ezért vállaltam be ezt a dolgot, megpróbálok segíteni, hát varázsló nem vagyok, de bízom benne, hogy tudunk egy olyan fordulatot hozni a csapat életébe, amivel egy kicsit el tudunk lépni innen hátulról, és mondom, a minimális lehetőség meg lesz a végén, hogy bennmaradjunk. A HR-rend Kozár Mislány labdarúgó csapata, mely 4 pontra van az osztályozós helyektől, és 8 pontra a biztos bentmaradástól, vasárnap 14 órától fogadja az MTK gárdáját.